Nos, itt viszont a vízi világ látható. Ez a festmény egy velencei utca részletet, ahogy a vízben gondolázó hajót láthatjuk. A vízi világ címet kapta, és különösen nagyon jó a színek rajta, mert ahogy ebben a napszakban megvilágítja a városnak a falait, itt is már ahogy látjuk, megy le a nap, és kiszűrődnek a fények az ablakon, nagyon hangulatossá válik ez a kis utca. Kérdezném a festőművész urat, hogy milyen struktúrával, vagy milyen plasztikát alkalmazott itt ennél a festménynél? Ennél a festménynél elsősorban hadd beszéljek egy kicsit Velencéről, aztán elmondom a struktúrát is. A Velencét rengetegszer megfestettem, és a legjobban eladható téma volt ugye a festészetemben. Tehát a Velence, mint téma, nagyon szerencsés. Rengetegszer megfestettem különböző kis gondolás, utcarészleteket, és mindig elkelt. És 7 évre rá kimentem én is először Velencébe, és tényleg megtapasztaltam azt, hogy világi egyediség Velence. Ezek a különleges csatornái, és ahogy a taxi is csónakon keresztül viszi az utasait, nagyon-nagyon tetszett, és rájöttem arra, hogy miért szeretik a kedves vásárlóim a képeim, a velencei témákat. És ennek a képnek a koncepciója az volt, hogy a keretre kinagyítom a folytatólagosan ugyanazt a képet. Emiatt ismétlődik a keretem a kép. És a közepét kiemeltem, hogy ugyanúgy, mint a jeruzsálemi képnél, hogyha áthozzuk a látószöget, akkor meg mozogjon a kép. Tehát ne egy statikus képet találjunk, hanem mozogjon.